Szabó Balázs, a Szekszárdi Városvédők civil szervezet elnöke állt a nyilvánosság elé azzal, hogy szerintük Malomsoki Krisztián, a Szekszárdi Sportközpont Éljen Szekszárd frakció által kiválasztott új vezetője alkalmatlan a pozíció betöltésére. Azt mondja, már eddigi rövid működése alatt milliós kárt okozott a városnak, ezért kérte a Sportközpont Felügyelő Bizottságának elnökét, Faragó Zsoltot, hogy hozzák nyilvánosságra az igazgató pályázatát, amivel sikerült elnyernie ezt az állást. Malomsoki igazgató úrnak a pályázatára lennénk kíváncsiak, mert az jutott a tudomásunkra, hogy több mint 100 helyesíráshibát tartalmaz ez a pályázat, illetve eléggé hiányos, tehát a nyelvvizsgákról nincsen semmiféle dokumentum, de még az iskolai végzettségek is eléggé kérdésesek. Ezen kívül meglátásunk szerint kapcsolódás van Bomba Gábor és Malomsoki Krisztián igazgató úr között, tehát azt gondoljuk, hogy ez a pályázat nem volt fair, és nem volt tiszta ennek a lejátszása. Egyébként Faragó Zsolttól kértük, aki ugye a felügyelőbizottságnak az elnöke, a Sport Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának elnöke, őtől kértük, hogy hozza ezt nyilvánosságra. Egyéb iránt ő egyik megnyilvánulásában azt mondta, hogy ilyen az, amikor egy szervezet jól működik, és az igazgató dolgozik. Bár ezt eléggé viccesnek tartjuk, hát mondjuk nem vicces, mert inkább sírni kéne rajta, mert sportélet nem igen van Szekszárdon, tehát a legnagyobb munkája az igazgató úrnak az volt, hogy itt a Pötang pálya komplexum megépítésébe vágta a fejszéjét, amit szintén aggályosnak tartunk, de adjuk meg az esélyt a Pötang pályának. Jelen pillanatban vannak nagyobb problémák is, ilyen például az, hogy a sportcsarnokban a vírus megjelenése óta a fűtés folyamatosan megy. Az igazgatón kívül pár ember tartózkodik az épületben, mégis fűtenek. Információink szerint ezek milliós tételek, tehát igen-igen nagy károkat okoznak a városnak. Ezen kívül a fürdőt sem záratta be az igazgató, ahol szintén munkanélkül maradtak az emberek, és arra se volt képes, hogy az állam által adott lehetőséget, igaz, ezt a dolgozóknak is alá kell írni, a munkabér támogatást igénybe vegye, ami több mint 500 000 forint plusz többletet jelenthetett volna a városnak. Tehát jelen pillanatban mi azt látjuk, hogy egy alkalmatlan ember ül véleményünk szerint az igazgatói székben, és az ész teljes erővel támogatja. Elmondanám itt is, ahogy a sajtótájékoztatómban, hogy nem nekem kéne itt állnom, hanem a kormánypárti képviselőknek lenne ez a feladata, hiszen a szavazóik őtőlük várják el ezt, de nem tudunk karbatett kézzel ülni vagy állni. Meg kell szólaljunk, mert meg kell védenünk a városunkat, meg kell védenünk a sportéletünket, és meg kell védenünk a sportcsarnokunkat. A Szabó Balázs által elmondottakról a kiegyensúlyozott tájékoztatás jegyében szerettük volna megkérdezni Malomsoki Krisztián igazgatót is, aki viszont nem kívánt reagálni az elhangzottakra. A fenntartó önkormányzat közgyűlési frakciói közül a Fidesz frakció vezetője, Máté Péter telefonon annyit közölt, hogy miután a Sportközpont Felügyelő Bizottságában csak az Éljen Szekszárd frakció tagjai kaptak helyet, nincs rálátásuk az intézmény működésére. Megkerestük Faragó Zsoltot is, az Éljen Szekszárd frakció önkormányzati képviselőjét, aki a Sportközpont Felügyelő Bizottságának elnöke. Nem kívánt kameránk elé állni, levélben viszont annyit közölt, hogy a kérdéseket sok más kérdéssel együtt egy belső ellenőrzés keretében megvizsgálják, az eredményéről pedig tájékoztatást adnak. Az ügyvezető eddigi működéséről Ács Rezső polgármestert is megkérdeztük. Az önkormányzatnál szokás az volt az elmúlt években, évtizedekben, hogy önkormányzati cég élére úgy választottunk igazgatót, hogy nyilvános ülésen döntöttünk, lehetett kérdezni, és volt pályázat. Na most ehhez képest ugye az egyfős új többség ezt azon kívül, hogy transzparenciát hangsúlyoz állandóan minden tekintetben. Két kérdésben is, az egyik a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., ahol tulajdonképpen nem is volt pályázat, zárt és keretében került az igazgató kiválasztásra, a másik pedig a Sportközpont Nonprofit Kft., ahol volt pályázat, ez ártul és keretében került kiválasztásra az adott személy. Én azt gondolom, hogy ez megint azt mutatja, hogy nem igazán veszik komolyan, amit ők a kampányban ígértek. És a lényeg az, hogy ezen az ártülésen tulajdonképpen igazából érdemi kérdésre nem is volt lehetőség. Fals információk jutottak el hozzám is, különösen a Sportközpont Nonprofit Kft. Részéről, mely szerint én azt kértem az igazgató úrtól, hogy
4, majd a 7 múlva 8 embert rúgjon ki. Szeretném kihangsúlyozni, hogy szerencsére megbeszélésen nem egyedül voltam az igazgató úrral. Az egyik legfontosabb és első szempont volt a megbeszélésnél, hogy a költségvetés készítésénél törekedjünk arra a pótköltségvetés készítésénél, hogy a kollégákat mindenféleképpen tartsuk meg. Lehet, hogy más formában, más munkakörben kell őket foglalkoztatni, de legyen biztos az állásuk. Hiszen készülni kell például arra, hogy mondjuk újraindul a sportcsarnok, vagy éppen a Babics, akkor ugye kellene kolléga, aki ezt újra tudják indítani majd. Na most ehhez képest ugye az az információ jött hozzám vissza, hogy én azt kértem, hogy beálljam a kollégáktól. Nem kértem miért, nem is kérek ilyet, hiszen szexárdi vagyok, és nagyon fontos az, hogy a sportközpont és a Babics hogy fog majd működni. Egy máshonnan jöttnek, én azt gondolom, hogy ez nem jelent gondot, problémát. Nem tudom, mi alapján hoz döntéseket az igazgató úr. Mi alapján hoz új sportákat a városba, milyen piackutatás előzte meg például a petank pályának a kiépítését. Vannak furcsa dolgok, amikkel én is találkozom természetesen. Egy kicsit izgulok is, hogy a jövőben mondjuk egy IASZ világbajnokságnak, vagy egy Gemes nagydíjnak, hogy tudunk neki futni ilyen háttérrel, de hát reméljük, hogy majd előbb-utóbb a dolgok a helyükre kerülnek, úgyhogy megtaláljuk a megfelelő megoldásokat a sportközpontnak a vezetésére. 4 pályáztak egyébként a sportközpont vezetésére, a kiválasztott igazgatón kívül mindenki helybeli vagy a környéken él. 4 pályázó volt, volt 2 szekszárdi, egy bátaszék és ugye ez az úriember, aki Ürömről jött, az ország másik végről, nem is értem, hogy jutott eszébe szekszárd, és tulajdonképpen az utolsó, mondjuk azt, hogy körben 2 maradtak egy szekszárd környék, illetve ő. Úgyhogy voltak, én azt gondolom, hogy voltak alkalmasak is, akik tudták volna vinni azt a fajta mentalitást, amit a sportközpont kialakított az elmúlt években, és én azt gondolom, hogy jól működött, de sajnos hát a többségnek a döntése, az egyfős többségnek a döntése alapján ilyen kiválasztás történt. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért a szekszárdiak, szekszárd környékék ezt nehezményezték is, hogy tulajdonképpen olyan érzésük volt, minthogy az egész eljárás előre játszott lett volna, tehát őket tulajdonképpen ilyen kicsit, hogy finoman fogalmazok, biodíszletként használták fel az eljárásban. A pályázatokról február 24-én együtt egy zárt ülésen tárgyalt a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság. Egyiknek sincs tagja a Fidesz frakcióból, csak az éjjel szexált frakció képviselői kaptak benne helyet, illetve az általuk választott külsősök. Miután zárt ülés volt, csak annyit lehet tudni, hogy a Gazdasági Bizottság 5-1 tartózkodás mellett elfogadta Malomsoki Krisztián pályázatát, az Oktatási és Sportbizottság viszont 2 tartózkodás és 3 nem szavazat mellett nem hozott határozatot. A végső szót a közgyűlés mondta ki. Magának közgyűlésen már egységes volt a többségi frakció, tehát ezt a vitát ezek szerint lefolytatták. Én is úgy tudom, hogy például a különböző pártok által delegált független képviselők más jelöltekben gondolkodtak volna, más jelöltet szerettek volna, olyan jelöltet, aki vagy szekszárdi, vagy szekszárd környék, és legalább külön elcsípte, hogyha valami rosszat csinál mondjuk, reméljük, hogy nem, vagy nincs ilyen szándék. A polgármesterhez már érkezett panasz az igazgató működésével kapcsolatban. Elsősorban most ezeket vizsgálja a Faragó Zsolt éjjel-szekszárdos képviselő elnökölte felügyelőbizottság. Ahogy ezt szoktuk ilyen esetben, történt is egyébként felhívás, a felügyelőbizottságot kérjük meg arra, hogyha felvetődik bármi, akkor először első körben vizsgálja ki és tegye javaslatot arra, hogy milyen megoldás szülessen, vagy tárja fel egyáltalán, van-e ilyen visszaélés. Hát én úgy tudom, hogy a felügyelőbizottság, ami szintén részes képviselő áll csak és kizárólag, vizsgálódott ezekben a kérdésekben, de nem talált semmit. Mindent rendben lévőnek talált, úgyhogy megvan elégedve az igazgatónak a munkájával. Hát hozzám így aztán negatív dolog nem jutott el, mert a felügyelőbizottságnál lezárult ez a folyamat. Úgyhogy valóban hallottunk mi is ilyet, de az FV nélkül nyilván nem fog belevágni az önkormányzat. Egyébként megteheti, mert tulajdonosi joggyakorlás keretében erre jogosítványai vannak. Most már májusban lassan el kéne fogadni a mérleget, ami most szeptemberre tolódott, és én azt gondolom, hogy akkor lesz a lehetőség arra, hogy ezeket a kérdéseket komolyan feltegyem én, mint a közgyűlés helyettesítő és döntéshozó polgármester.
A polgármester tehát úgy tudja, hogy a vizsgálat lezárult, Faragó Zsolt legutolsó tájékoztatása szerint viszont még tart, de egy-két héten belül végezhetnek. Részleteket csak ezután ígért a felügyelőbizottság elnöke. Időközben a szekszádi városvédők vezetője újra a sajtó elé állt. Mint mondja, továbbra sem hozták nyilvánosságra Malomsoki Krisztián pályázatát, hiába kérték, és ha ez így marad, ők fogják megtenni, mert a birtokukban van. Malomsoki Krisztián igazgató úr pályázata, ez minősíthetetlen. Egy ilyen pályázatot egy ilyen szintű intézmény vezetésére nem lehet leadni, de azt gondolom, hogy minősíti azokat a képviselőket, akik ezt elfogadták. Ebben a bizottságban, amely arra volt jogosult, hogy ezeket a pályázatokat értékelje, és a győztest kihirdesse, ebben kizárólag az ÉSZ frakció képviselői ültek, tehát őket kell számon kérni ezzel kapcsolatban. Azt gondoljuk, hogy megdöbbentő és megalázó dolog egyben a városra nézve, és kimondottan azokra a környékbeli szakemberekre, akik leadták pályázatokat szintén abban reménykedve, hogy ez egy fair, nyílt pályázat lesz. Mint ahogy látjuk, nem az volt. Már előre tudni lehetett a győztest, ez indokolja az is, hogy februárban Bomba Gábor már egy rádió műsorban elmondta, hogy milyen jó lenne, ha Budapestről valaki ide költözne. Ő már akkor nagyon jól tudta, hogy Malomsoki Krisztián, akivel régi kapcsolatot ápol, véleményünk szerint egyébként üzleti kapcsolatot is ápolt, lesz a befutó. Ez az ember teljes mértékben alkalmatlan. Ugye a pályázatában írja azt is, hogy francia és lengyel üzleti levelezésre alkalmas a tudása. Hát kérdezem én, hogy ha magyarul nem tud írni, akkor hogyan tudna már levelezni franciául és lengyelül, hogyha magyar az anyanyelve. Azt gondolom, hogy még ezen kívül kérdéses az is, hogy ez az ember valóban le tudott érettségizni, illetve diplomát tudott szerezni. Számunkra elfogadhatatlan, és felszólítjuk a felügyelőbizottságot, hogy azonnal intézkedjen. A városvédők egyébként úgy látják, hogy mindegyik politikai oldalnak van felelőssége ebben az ügyben is. Az, amit az észművel, felszólítjuk őket, hogy most már tényleg fejezzék be, nem a Facebookon kell villogni, nem a Facebookon kell különböző rágalmakat, szidalmakat, szitkozásokat, személyeskedéseket megfogalmazni, hanem hogyha van tudomásuk szabálytalanságról, jogtalanságról, akkor azt abban a pillanatban jelenteni kell a megfelelő hatóságnak. A választók ezért szavaztak rájuk. Ne hergeljék a szekszárdiakat, ne kampányoljanak tovább, mert ennek semmi értelme nincsen. A várost ez nem viszi előrébb. És egyébként itt megjegyezném, hogy a fideszes képviselők pedig igenis álljanak bele, és védjék meg ezt az esztelen ÉSZ frakciótól a városukat, mert nem lesz ennek jó vége. Tudomásunkra jutott ezen kívül még az is, hogy jelen pillanatban kihallgatásokat folytat a felügyelőbizottság, ami teljesen jogszerűtlen, ugyanis a felügyelőbizottság is érintett ebben az ügyben, tehát véleményünk szerint én voltam képviselő, tehát tudom, hogy működnek ezek a dolgok. Egy független bizottságot kellene fölállítani, aki kivizsgálhatná ezeket az ügyeket. Tehát, ami a legeslegnagyobb probléma, zárszóként ezt mondanám, hogy itt a képviselőik nagy része, mert nem mondom, hogy minden észes képviselő, de nagy része azt képzeli, hogy ő királlyá lett választva. Nem. Szolgálatot kell vállalni. Ez nem hatalom, hanem egy szolgálat. És viselkedjenek is így a jövőben, és ne a Facebookon villogjanak, hanem tegyenek végre a városukért. Május 4-én enyhítettek a koronavírus fertőzés miatt bevezetett korlátozásokon, sok más terület mellett újraindulhat az élet a sportcsarnokban is. Erről beszámolni már nem tudtunk, mert Malomsoki Krisztián igazgató egyik fontos intézkedése volt, hogy vélhetően személyes sértettsége okán az erről szóló beszámolónkhoz képeket készítő operatőr kollégánkat akadályozza a munkája végzésében, és megtiltsa neki, hogy a csarnok területén felvételeket készítsen.